ház előtti korcsolyapálya, karácsonyi vendégség, majd egy kislány álmában megelevenedő fantáziavilág, a Hóbirodalma. Ismert színpadképek és karakterek, mint Mária hercegnő, az Egérkirály vagy a Hópelyhek, nincs karácsonyi időszak diótörő nélkül. Csajkovszkinak ez az egyik legismertebb balettje, ám azt kevesen tudják, mekkora munkával is jár például az idei szezon 27 előadásának színpadra állítása. Majdhogy nem 3 tucat előadásunk lesz, azért ez, én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly szám és nagyon komoly logisztika ele mögött. Megpróbáltam a legfőbb szólistákból minimum 8 szereposztást kiállítani, tehát nagyon sok új művésszel találkozhat most a közönség. Ez egy törekvésem is, hogy minél hamarabb és minél több lehetőséget adni a művészeknek. Még a 3. felvonás Hókristály palotában látható karakter táncaira is 4 szereposztás jutott. Mindenki lázasan melegít a Balázsi Pohodnyi szereposztás főpróbáján. I think for all soloists this version of Nutcracker is quite challenging. So we really have to prepare technically and I think mentally as well to go through. And of course we shouldn't forget about the story. Not just the dance, like on stage itself, but to keep story behind and to create real fairy tale on stage. A főbb szerepek kihívást jelentenek a balettművészeknek. A technikailag bonyolult mozdulatok csak kiváló erőnléttel, koncentrálva és a balettművészet iránt tanúsított alázattal kivitelezhetők. Mindig bejöhetnek kisebb akik, amiket meg kell oldani most is. Ugye volt egy emelés, ahol bejött, de megpróbáltam, hál' Istennek sikerült kinyomni. A bűszak a háttérben dolgozó szakemberek naponta 2 különböző szereposztás próbáira készítik elő a művészeket és az Erkel Színház nagy színpadát. Lehet látni, hogy ez a produkció, hiszen most érkezik éppen le egy oldalfal, hogy mennyi embernek a munkája szükséges ahhoz, hogy ezt élvezni tudjuk. Hányan dolgoznak a színpadon, hogy a díszletek, a jelmezek, a hajak, a sminkek a helyén legyenek? Hány művész van, gyerekkórus, a zenekar, az ügyelők, és sorolhatnám. 1892-ben Szentpétervárot került sor a mű ős bemutatójára, ami a zeneszerző utolsó balettje. A pazar látványvilágot fantasztikus muzsika, E.T.A. Hoffmann a Diótörő és az Egérkirály című meséjének megzenésítése festi alá. Első koreográfiáját Marius Petipa készítette. Ez a verzió az ismert kanadai koreográfus Wayne Eagling és Solymosi Tamás 2015-ben bemutatott munkája, főhajtása legendás Vasili Vajnonen koreográfia előtt, és Olá Gusztáv régi díszleteit használja. A klasszikus balett hagyományait, pompáját vonultatja fel, ám a 21. század táncművészeti elvárásainak is megfelel. You start maybe 1 month before. It's really hard. Each year I can grow up and I'm very happy. At the same time, I can be proud of myself when from year to year I'm doing something like more difficult on stage. Ezt minden évben csináljuk, minden évben próbálsz magadon túltenni, tehát mindig próbálsz jobb lenni. Jó visszanézni például, amikor 5 évvel ezelőtt, vagy 6 most már beálltam ebbe, hogy mennyit fejlődött. Még nyilván még mindig annyi mindent látok magamon, amit szeretnék fejleszteni, de hát még bízom benne, hogy van pár éve mit diótörőzni. Egyszerűen összeszokunk. És nem csak, mert mindig más a szereposztás, vagy mindig más embereket táncolunk, de hogy egyszerűen megszokjuk a hangulatot, a zenét, a ritmust, az érzéseket, tehát hogy ezek így összeadódnak, és egy idő után belénk ivódik. Hosszú éveken keresztül táncoltam több kontinensen a diótörőt. Nagyon fontos mérőeszköz az igazgató számára, hiszen a diótörő minden évben lesz. Koreográfia nagy valószínűséggel nem változik minden évben, és ezáltal lehet látni, hogy egy művész mennyit ment előre, vagy éppen miben kell neki segíteni.
Marika álmodott kalandjait a Hóbirodalmában idén a megszokott decemberi és januári előadásokon gyönyörködhetik végig a Magyar Nemzeti Balett jóvoltából.